Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt években talán azt szokhatták meg tőlem, hogy vagy nagyívű stratégiákról beszélek, vagy 100 milliárdos projekteknek a végrehajtásáról. Most rendhagyó módon igazából egy esettanulmánnyal készültem, de azt is mondhatjuk, hogy egy marketing előadást szeretnék tartani. Tehát az egész előadásomnak az a célja, hogy a Győri Széchenyi István Egyetemben működő digitális fejlesztési központtal kapcsolatban felkeltsem az itt ülők érdeklődését. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan eredményt hoztunk létre a múltban, és hozunk létre majd a jövőben, ami mellett nem igazán fektetünk hangsúlyt a marketingre. Hát én azt gondolom, hogy ez kifejezetten egy olyan jó gyakorlat, üdvözlendő modell, ami Győrben létrejött, amire méltán lehetünk büszkék. A délelőtt elhangzott előadások egyike másika olyan projektekre utalt egyébként, amiben a Digitális Fejlesztési Központ részt vett. És ami még fontosabb talán, hogy nem azt szeretném előtérbe helyezni, hogy mi mennyi mindennel támogattuk ezt a létrejövő központot, hanem hogy mennyire képes volt saját maga elindulni, szövetségeseket szerezni, forrásokat szerezni, és saját lábára állni. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nem szeretnénk támogatni a központ tevékenységét, de végső soron mégiscsak az a beinduló működési mechanizmus, az a gazdasági mód, az a gondolkodás, ami itt létrejött, mindenképpen bemutatásra méltó. Ha az előzményekhez visszanyúlunk, akkor 2017-ben a kormány és Győr megyei jogúváros önkormányzata írta le azt a megállapodást, és ezt megerősítette egy kormányhatározat is, amely a Digitális Fejlesztési Központ létrehozásáról rendelkezett, akkor még a Modern Városok program keretében. Végül a források azok némiképp rendhagyó módon álltak össze, de nem is ez az igazán izgalmas. Az a lényeg, hogy be tudtuk indítani az előkészítő forrásokat, megkapta az egyetem, és saját lábra tudott állni. 2019-ben, amikor a kormány az 5G jelentést tárgyalta, akkor már az 5G területén nevesítetten a Győri Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának szántuk azt a kiválósági központ szerepet, amit azt gondolom, hogy kiválóan meg is tudott valósítani. Cél tehát egy olyan cél volt, egy olyan regionális és országos központ létrehozása, amely az 5G technológiával kapcsolatban use case-eket tud kidolgozni, közösen a piaci szereplőkkel tudja bemutatni, hogy a technológia mi mindenre alkalmazható, és nem alapkutatásokat végez elsősorban, hanem hozzá tud ahhoz járulni, hogy ipar által felvetett, vállalkozások által felvetett problémákat letesztel, megoldást ad, és ez később piaci hasznosulásba tud kerülni. Tehát az egész mögött az a gondolkodás volt, hogy végsősorban bevétel is képződjön az egyetemen. Az egyetemi modellváltásnak ez részét képező gondolat, hogy ne csak az oktatással foglalkozzunk, ne csak az alapkutatással foglalkozzunk, hanem a piac által hasznosítható, eladható dolgokat hozzunk létre. Azt gondolom, hogy ez több helyen már bizonyítható, hogy létre is jött. Maguk az ötletek tehát az iparból jönnek, valós ipar által felvetett kérdésekre adnak választ, és a hasznosulás valódi gazdasági hasznosulás. Természetesen itt azért el kell mondanunk, hogy egyetem az mindig oktatással, kutatással is foglalkozik, tehát hogyha az oktatásnak a színvonalát emeli egy adott projekt, azt már önmagában gazdasági hasznosulásnak tudjuk értelmezni, de mindemellett minden egyes tevékenység elemnél, minden egyes projektnél végsősorban azt kell figyelni, azt a megoldást kell, azt a választ kell megtalálni, hogy hogyan tudok ebből az egyetem számára bevételt generálni. A központ felépítése vázlatosan és a kapcsolatrendszer ezen az ábrán látható. Nyilvánvaló, hogy az egyetem tud a saját hallgatóira támaszkodni, saját egyetemi munkatársakra támaszkodni. Ugyanakkor nagyon fontos az az elképzelés, hogy nem érthetnek mindenhez az egyetemen tanulók, illetve dolgozó kollégák. Tehát szerezzük meg a legjobb szakembereket adott területre. Hogyha egy olyan iparági probléma adódik, amilyen specialistát máshonnan tudunk szerezni, hozzuk át, hogy az egyetemen is számos olyan szakember dolgozik, aki Kaposvárról, vagy innen-onnan az ország különböző részeiről jött át és dolgozik be az egyetemi projektekbe. Látjuk, hogy nagyon fontosak, az ábra tetején láthatjuk,
kormányzati kapcsolat, mert a nagyvállalati kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy anélkül, hogy nagyvállalatokkal dolgozna, szorosan működne együtt egy egyetem, nem tud igazából boldogulni, de természetesen a kis- és középvállalatok ugyanilyen fontosak. A tevékenysége egy ilyen digitális kompetencia központként van definiálva, rendkívül sokrétű. Különböző vállalati együttműködéseket alakít ki, együttműködési megállapodásokat köt, versenyeken indul, vállalkozóként lép fel különböző projektekben, és mindeközben szorosan együtt kell működni a kormányzattal, a különböző iparági platformoknak aktív résztvevőjeként kell eljárni. Azt gondolom, hogy ez a szemlélet az, ami a Győri Egyetem fejlesztési központjában nagyon jól összeállt. Ott vannak mindenhol, a drónkoalícióban aktív szerepet vállalnak, mesterséges intelligencia koalícióban, úgy szintén ugyanakkor egyeztetnek nagyvállalatokkal, és nagyon fontos, hogy semleges módon. Tehát ez egy semleges platform. Nem az a cél, hogy egyes szállítók felé elköteleződjön, segítséget tud nyújtani, együtt tud működni bárkivel, és én azt gondolom, hogy az értékteremtés módja egy egyetem esetében valahol ez az irány. Hogyha össze szeretnénk foglalni, hogy mely területeken lett különösen aktív a fejlesztési központ, az már általam említett 5G terület mellett mindenképpen a drón kompetenciát emelném ki. Ez egy technológiai megközelítés, tehát 5G és drón, mint kiemelt technológiák rendkívül fontosak. Ha az ágazatok oldaláról közelítünk, akkor egészségügy, ipar, itt az ipari digitalizációra vagy ipar 4.0-ra kell gondolnunk, a mobilitás, precíziós agrárium, talán ezeket a területeket tudnám kiemelni. A méréstechnika kapcsán egyébként a távközlést, mint ágazatot is, későbbiekben még láthatnak erre példát. Mi minden történt a drónok területén? Az egyik első eredmény az volt, hogy akkreditált felsőfokú szakirányú továbbképzés jött létre, drónirányító és adatelemző szakmérnököket képzünk. Ez a képzés annyiból speciális, hogy itt nem marad összesen a drónirányítás keretében a képzési tartalom, hanem kifejezetten a digitális képfeldolgozásra koncentrál. Tehát olyan gyakorlati alkalmazásokat tudnak az itt tanulók elsajátítani, amelyek később a vetőmag felismeréstől az árvíz és belvízi védekezésen át számos egyéb use case-re felkészíti az ott tanuló hallgatókat. Tehát azt is tudnám mondani, hogy a nulladik szint az, hogy a drónokról mindent tudnak. Digitális képfeldolgozás, ami mint tudás erre ráépül, legkiválóbb szakemberekkel végzi ezt a Győri Egyetem. Drónvezérlő szoftverfejlesztés egy kiemelendő újabb elem. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok szállító esetében itt zárt rendszerekről beszélünk, nehezen lehet hozzányúlni, egyéni igényeket ilyen módon kevésbé tud kiszolgálni. Úgyhogy egy saját open source szoftverkörnyezet fejlesztés történt meg a Győri Egyetemen, és az általuk fejlesztett, gyártott drónokat már ez a vezérlő szoftver irányítja, és így a piaci igényeket is sokkal inkább ki tudja elégíteni. Mobil hálózati mérőrendszer fejlesztés alatt itt azt értjük, hogy a mobil hálózatoknak a teljesítmény szintjét drónokkal mérjük. Nagyon sok esetben a járművel vagy gyalogos módon történő vizsgálat az nem képes egy teljes képet adni arról, hogy teljesítmény szintek hogyan néznek ki, a drónok erre képesek, és számos use case előkészítés alatt van már. Ennek az egésznek az a lényege, hogy nem áll meg valahol, vége van a projektnek, és akkor ez a tevékenység leáll, hanem ez a központ, ez egy folyamatosan működő, folyamatos utánpótlást kapó valamivé volt képes fejlődni. Itt egy szintén érdekes use case, és egy együttműködési példa egyben. A Talaris dolgozott ki egy olyan drónirányítási módszert, amely a lábak segítségével, a láb felemelésével tudja a magasságot, irányt és egyebeket változtatni, tehát ez teljes mértékben ki tudja váltani a kézi irányítást. Ez egy meglévő innováció volt, létrejött a vállalattal egy együttműködés. Hol lehetne ezt használni? Az egyetem tudott ehhez hozzátenni védelmi ipari felhasználás,
operatőrök esetén filmkészítésben való felhasználás, és tud nyilván a network megnyitásával segíteni abban, hogy ebből az innovációból valami legyen. És nyilván ennek a következő lépése egy vállalati együttműködés. Lehet közös vállalatot alapítani, és sok egyéb céges együttműködési forrásban végső soron hasznot lehet hajtani az egyetem számára, és természetesen az eredeti innovátor számára is. A megrendelői igények nem csak az ipartól jöhetnek, nem csak a vállalkozásoktól. A Győr-Sopron megyei rendőrfőkapitányság megrendelésére készült az a megoldás, amely 5G-t, mesterséges intelligenciát, mint kiemelt technológiákat vesz igénybe. Különböző outdoor unitokat telepítenek, 5G-s modulokat kültéri kamerákra. Ez egy hálózati kérdés, az is nagyon érdekes természetesen, de maga az, hogy egy saját mesterséges intelligencia platform képes arra, hogy bizonyos módon detektálja az algoritmus segítségével, hogyha valamilyen bűncselekmény előkészülete zajlik, vagy éppen bűncselekmény megvalósítása zajlik, ez kiválóan képes a rendőrségi igényeket kiszolgálni. Jöhet máshonnan is megrendelés az egészségügy részéről. Itt különösen a Győri Kórház támasztott olyan megrendeléseket, amelyre a központ tudott választ adni. Itt a rehabilitációnak, nagyon sok esetben a mozgásalapú rehabilitációnak szerepe van, például a szédüléses zavarok vizsgálatában. És milyen jó az, hogyha nem kell minden egyes paciens mellé egy trénert vagy egy orvost adni, aki ellenőrzi a mozgásokat és visszajelzést ad. Ezt a mesterséges intelligencia algoritmus segítségével meg tudjuk tenni automatizáltan. Az a mozgás megfelelője, az a mozgás vagy mozdulatsor, amelyet az orvos vagy a kezelőorvos előírt az adott páciens számára. És ugyanúgy egy kórházi megrendelés volt a szemmozgást vizsgáló diagnosztikai eszköz. A szemmozgásból nagyon sok betegségre, hirtelen akut módon keletkező problémára lehet előrejelzést kapni. A Digital Twin vagy Driver 21 projektről nem szeretnék részesen beszélni, Spaller Endre elnök úr fog erről beszélni, és egy kisfilmet már láthattak is. Ez egy azon nagyon izgalmas use case-ek közül, amit a Humdával közösen valósított meg az egyetem, különösen az 5G alkalmazás izgalmas itt. És egy másik 5G-s use case, a Győri Széchenyi Egyetem kampuszáról irányítják azt az autót, amely a Zalazónon van. Gyakorlatilag a kamerakép és a kormányszög továbbítás történik meg, 5G alapú rendszer. Nyilván még nem száguldozik az autó, de reméljük, hogy egyszer majd száguldozni is tud. Én azt gondolom, hogy az ilyen színvonalú use case-eknél jobbakat nem nagyon lehet látni világszerte. Tehát volt szerencsém nagyon sok helyen látni 5G-s use case-eket. Azt gondolom, hogy felveszik ezek a megoldások a versenyt a legjobb globális use case-ekkel is. És kicsit már egy jövőbeni dologról is beszélnék. Indul egy ipari digitalizáció területén, ipar 4.0-ban egy olyan képzés, amelyhez szükséges, berendezett, tulajdonképpen egy learning factory kicsiben már rendelkezésre áll az egyetemen. Az a célunk egyébként a következő években, hogy egy igazi nagy learning factory is létrejöhessen. Tehát ahol nem egy meglévő éles gyártást tudnak megnézni az érdeklődő KKV-k, hanem kifejezetten oktatási célból hozzunk létre olyan gyárat, üzemet, ahol a legkorszerűbb technológiák és egyáltalán az ipar 4.0 mögötti gyártási koncepció megismerhető és megtanulható a KKV-k számára. Egy utolsó dia, mert kifutottam az időből, hogy hogyan tovább épül a Győri Science Park. A kocka alakú épületnek már megvannak a lakói, tehát nagyvállalati és KKV partnerek fogják belakni ezeket az épületeket, és az a hozzáépülő lapos épület is reményeink szerint tele lesz. Ezt a koncepció, amit remélhetőleg sikerült bemutatnom, ezt a gondolkodásmódot egy ilyen méltó térben fogja tudni a Széchenyi Egyetem megjeleníteni. Köszönöm szépen a figyelmet!